Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Újabb titkok derülnek ki Székesfehérvár város részeiről, hiszen a mai műsorban is felfedezünk egy városrészt, megismerjük történelmét és jelenét is. A stúdióban nagy szeretettel köszöntöm a műsor állandó szakértőjét, Váci Márkot, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársát, történészt. Köszönöm szépen ismét a lehetőséget, és örülök, hogy megint itt lehetünk a stúdióban. És Márk most is hozott vendéget, nagy örömmel fogadjuk Kálmán Béla építőmérnököt, okleveles építőmérnököt, az Arév Baráti Kör Egyesület tagját. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést a mai napon. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Márk, ha megengedett, szerintem kezdjük is azzal, hogy tisztázzuk, hogy a Ráczhegy, amiről beszélni fogunk, milyen kötődés Kálmán Béla számára? Ráczhegy. Tulajdonképpen két olyan létesítmény van, amit úgy megemlítünk feltehetőleg. Az egyik a Szigeti Gyuszinak a református temploma, amire 2007-ben nivódíjat adtunk, szépsége, jósága, építészeti értékei miatt. Másik pedig az alkoholköfém. Köfémen belül van egy hideg hengermű épület, amit én építészeti történelmet is jegyző épületnek tartom maga nemébe. A 58-as években épült. Gyakorlatilag egy 230 méteres fesztáválságú, 600 méter hosszú épületről van szó, elég speciális kivitelezéssel. Nos, tehát a munkának köszönhető, hogy ismered ezt a területet. Egy fura kérdés és elnézést kérek, lehet, hogy tudnom kéne. Mi a különbség az építőmérnök és az építészmérnök között? Természetesen az építőmérnök előbbre helyezi az építészt, de azért be kell vallani, hogy egy építőmérnök nem tud olyan csodás épületeket tervezni, vagy legalábbis kevesen vannak, akik grafikailag, építészetileg vonalvezetésében, látványosságban elkövetik. Az építőmérnök inkább szerkezetben gondolkodik, legalábbis a szerkezetépítő, én azon végeztem, és annak is a magas építő ágazatán. Tehát nekem nem okoz gondot egy 10 emeletes háznak a megszerkesztése statikailag, de esetleg problémát jelentett mondjuk egy Szigeti Gyuszi-féle templomnak a megtervezése. Ezt férfiasan be kell vallani. Köszönöm szépen. Márk, térjünk rá akkor Ráczhegyre úgy, ahogy minden városrészre szoktunk. Határoljuk be, mettől meddig terjed. Jó, mielőtt megtennénk ezt a behatárolást, még azért hadd egészítsem ki itt a beszélgetést azzal, hogy miért is választottam Bélát, miért őt hívtam meg. Hát ugye azt tudni kell, illetve tudni érdemes, hogy a Seregélyesi úton működött valamikor az Arévnek a nagy központi telephelye, és hát ugye Béla, mint az Arév egykori oszlopos tagja, ennek révén a vendégünk, illetve a másik kapcsolódási pont az pedig az, hogy ehhez a területhez soroltuk be az albaipari zónának a területét, aminek a kezdeti kivitelezési és tervezési szakaszában a Bélának szintén nagyon fontos munkája és elévülhetetlen érdemei vannak, hogyha lehet ezt így mondani. Hát beírta magát Fehérvárnak az építészet történetébe egyértelműen. Na de akkor folytassuk a lehatárolással, mielőtt itt meghatódnánk kölcsönösen. A Ráczhegynek a területéről beszélünk most alapvetően. Ez a Budai út és a Seregélyesi út között elhelyezkedő terület tulajdonképpen egy hosszan elnyúló kis, nagyjából háromszögletű rész igazából. De hogyha valaki bejárja ezt a területet, akkor látni fogja, hogy azért nem egy kis területről van szó Fehérvár vonatkozásában. Ugye az Öreghegynek a túlsó fele igazából, ez egy túlsó nyúlványa, és a kezdeti jellege is ebből fakad, hogy ez is egykor egy szőlőhegyi gyümölcsös területe volt a városnak, majd itt a különböző épületeknek, illetve a természeti környezetnek a bemutatásánál ezt is látni fogjuk, hogy itt mennyire fontos volt például a gyümölcs termesztés és egyáltalán a kertkultúra ezen a területen. És aztán lett egy nagyon fontos ipari vonatkozása ugye a köfém révén, és hát ugye ide kapcsolódik az albaipari zóna, ami szintén, ugye ez már a rendszerváltás utáni időszaknak a terméke igazából, de a város szerves részét képezik ugye ezek az ipari zónák és ipari parkok ugyanúgy, mint ahogy a lakóterületek természetesen. Azt már megtanulhattuk tőled, hogy a városrészek nevében, ha ott van a hegy, ha a lapos is, azért van ott a hegy, mert hogy szőlőtermelés volt, de a Rácz név honnan ered?
Hát ez egy érdekes dolog. Én próbáltam utána nézni, amennyire lehetett. Ugye az első feltételezéseim szerint, amiből én naívan kiindultam, úgy gondoltam, hogy hát akkor nyilván az utca nevekhez viszonyítva nevezték el a térséget is. Aztán kiderült, hogy ez nem így van, mert az 1820-as években például, amikor Wüstinger József elkészített az Öreghegynek a kataszteri térképét, akkor a Ráczhegyet már ezen a néven jelölte például. Nagy valószínűséggel valami köze lehet a délvidékről ide költözött szerbekhez, tehát előfordulhat, hogy mondjuk itt különböző kertjeik voltak netán. Ugye a palotavárosban inkább a bolgár kertészek voltak jellemzőek, ez tényleg csak egy ilyen következtetés, egy ilyen nagyon kérdőjeles, talán egy zárójeles megjegyzésként is lehetne azt mondani, hogy talán vannak szerb kötődései ennek a területnek. A mai vonatkozása az pedig az, hogy ugye a délvidék elszakított településeinek a nevét viselik ezek az utcák. Például azt mondom, hogy a Zentai utca például, ahol majd fogunk járni. Aztán ugye az Adonyi út az mondjuk nem ebbe a kategóriába tartozik, ez ugye egy kivezető út, egy irányba megy. A Zimonyi utca például, aztán a Becskereki utca, és még számos ilyet lehetne említeni, Szabadkai utca többek között, tehát ezek a délvidéki településeknek a nevét viselik, ugye az Öreghegy az pedig a felvidéki településekről kapta az utca neveit. Történelmileg mikortól jegyzik ezt a területet? Hát, hogyha visszamegyünk korai történethez, akkor mindenképpen lehet azt mondani, hogy a 18. század második felétől már beszélnek erről a területről, akkor még az Öreghegy részeként egyébként, és alapvetően egy gyümölcsös szőlő termelő területként, ahol már például a ciszterci rendnek a kertje megtalálható volt, illetve voltak olyan fehérvári polgárok, birtokosok, akiknek itt szőlő és gyümölcsös területeik voltak. Azt nem tudjuk, hogy a középkorban itt is mocsaras vidék volt, vagy milyen területet találtak ide látogatott? Hát igazából így ezt a területet az Öreghegy vonatkozásában szokás tárgyalni. Ugye az Öreghegyhez képest azért ez például mondjuk a Csúcsoshegyhez képest ez egy lényegesen laposabb terület, tehát nagy valószínűséggel itt azért a vizek megjelentek, ha nem is állandó jelleggel, de időszakosan mindenképpen. Illetve van egy nagyon érdekes természeti környezetbe élő terület, amiről majd beszélni fogunk, a Rácbányának a területe, ahol hát bizony a víz az egy idő után feltört, hasonlóan egyébként az Öreghegyi bányatóhoz, de hát erről majd részletesen egy kicsit később fogunk ami beszélni. Árulkodhat arról, hogy a csapolások előtt mi történhetett itt. Nos, akkor a 18. század eleje, akkor még kertészetek elsősorban. Épületeket már jegyezhetünk ebből az időből? Hát ugye az Öreghegyhez, illetve Maroshegyhez hasonlóan itt is kis szőlőhegyi lakok voltak igazából megtalálhatók, présházak, illetve néhány pince. Ugyanúgy, ahogy a többi szőlőhegyi területen itt is a kintlakást nagyon sokáig egyébként tiltották, és igazából az 1929-es hivatalos utcanévadás volt az, ami az itteni lakást igazából törvényesítette, és innentől indultak meg az építkezések. Korábban azért kisebb nyaralók voltak például ezen a területen, tehát akik mondjuk az Öreghegyen már nem tudtak építkezni, vagy itt volt mondjuk szőlőjük, gyümölcsösük, azok itt építették fel a saját kis pincéket, illetve présházaikat, amelyekben időszakosan egyébként kint laktak. Ez egy nagyon érdekes dolog abból a szempontból, hogy ugye a Ráczhegyet azt leszokták szűkíteni, általában a Budai úti református templom, a Rácbánya, a Zentai utca és egyebek környékére, meg ugye a Köfémnek a területére, viszont azt is látnunk kell, hogy bizony a kórházhoz közelebbi területek is már a Ráczhegyhez tartoznak, hiszen például a Kikindai utca elnevezésére, hogyha gondolunk, ez ugye közvetlenül a kórház szomszédságában található meg, tehát a Ráczhegy az igazából a Halesztől kezdődik, de ugye a beépítettsége az mondjuk ugye a Kikindai utca magasságában érhető tetten, és akkor onnantól kifelé ugye a városból folytatódik. Hagyományainkhoz híven különböző területeket szoktunk megjelölni, és a vallási élettel szoktuk kezdeni. Legyen ez most is így, akkor a vallási emlékekről beszélgessünk a Ráczhegy tekintetében.
Béla már említette itt a beszélgetés elején a Budai úti református templomot. Ami az egyik legújabb templom. Ami az egyik legújabb, igen, meg is beszéltem vele előzetesen, hogy majd erről azért szól néhány szót. Ugye azt érdemes tudni magáról a területről, hogy dr. Kaltenegger Viktor királyi ügyész felsőházi tagnak volt ez egyébként a II. Világháború előtti időszakban a gyümölcsös szőlő területe, és a különböző külföldi utazásai során ő rengeteg gyümölcsfát szerzett be, mindenféle egzotikus és kevésbé egzotikus nemesített gyümölcsfákat, amelyeket itt telepített ezen a területen. És aztán a II. Világháború után, hát nem természetesen, de ugye ezt a területet is államosították. A Várkörúton volt egyébként a családnak a villája, majd a belváros kapcsán fogunk erről beszélni. És aztán ez egy építőipari cégnek lett igazából, vagy egy állami vállalatnak ugye az építőanyag raktára, egy depó, ahol 1972-ben Rétfalvi Sándornak az Aranybulla emlékművét elhelyezték egyébként ezen a területen. Ugye 72-ben a városvezetés rendelt egy új emlékművet a Csúcsos hegyre, ugye 1970-ben állították fel a tankot a Székesfehérvár felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére, ugye ágyú csövével a város felé irányozva, nagyon kedves gesztussal, és ugye 72-ben, amikor a millenniumi emlékmű is elkészült, úgy határozott a város vezetés, hogy akkor az Aranybulla helyére is egy méltó emlékművet kell elhelyezni. Ez viszont csak 1990-ben történt meg, tehát a tank az 20 éven keresztül volt ott a Csúcsos hegynek a tetején, és akkor került oda. Gyerekek azért szerették. Gyerekek szerették, persze, nyilván. És akkor került oda Rétfalvi Sándornak az emlékműve erről a területről, tehát ez már a rendszerváltás időszaka, és a 90-es évek elején kapta meg ugye tulajdonként a református egyház, és ezen a telken Szigeti Gyulának a kiváló tervei alapján épült egy gyönyörű, modern, de mégis remek templom, ami ugye, ahogy Béla is említette, építőipari nívódíjat kapott, és ugye megbeszéltük, hogy Béla akkor egyrészt beszél magáról a templomról, illetve arról, hogy mit is jelent ez az építőipari nívódíj, hiszen emlegettük már ugye korábbi adásokban, de hogy pontosan mit jelent, arról még nem beszéltünk. Bizonyára nem gyakori, hogy valaki azt kapja feladatba, hogy templomot tervezzen, hiszen manapság azért olyan gyakran nem épülnek templomok. Biztos vagyok benne, hogy nagy öröm és kihívás volt. Hát feltétlenül a Gyulának, Gyuszinak az volt. Én emlékeim szerint a Gyulának vannak családi összevonal vagy kötődései református egyházzal, tehát a megbízásnak a ténye feltétlenül innen ered. Magáról a templomról én, mint építőmérnök, azt mondom, hogy én iránytűnek tekintem, amikor Fehérváron megjelenik valaki a Budai út tetején, látja a tornyot és szinte vezeti be a városba. Ez egy jó dolog egy városépítészetnél. Maga a templom az egy teljesen hagyományos, a Gyuszinak lehetősége lett volna valami posztmodern templomot oda tenni, nem. Gyuszit, én úgy tartom a Gyulát, hogy ő már egy megérkezett, egy kiforrott építész, és nagyon jó eszközökként használta a hagyományos építészetet. Ennél a templomnál ez csodálatosan nyomon követhető. Kétszintes maga a templomépület, a földszinten a szokásos szertartásokat gyakorolják, szerencsére sok-sok emberrel, mert nagyon népszerű a templom. Alatta van egy kolombárium, a Gyuszi szerint lassan betelik. Tehát ez a templom betölti azt a funkciót, amiért ezt létesítették. És akkor a Márknak a kérdésére válaszolva, 2006-ban Kis Józsi bácsi, az Erik baráti kör elnöke megkereste az akkori polgármestert, Varasovszki urat, és fölvetette azt, hogy mi lenne, ha Székesfehérváron az erre érdemes épületeknek nívódíjat adnánk. Nem ragozom, létrejött a megállapodás, 4 szervezet, a iparkamara, mérnöki kamara, építészkamara, akkor még az ÉTE, legált 2-2 fővel hoztunk létre a zsűrit, és hát én az Aré baráti kört képviselvén meghirdettük, bejöttek a jelentkezések, értékeltünk, az első évben 5 díjat adtunk ki, köztük ennek a templomnak is adtuk, pontosan azért, mert betöltötte azt, hogy város vagy település alkotó, vagy maradandó, vagy az alkonott anyagok minősége azért, vagy a kivitel minősége azért.
az emberek szeretete, a látogatottsága, a környezetápoltsága. Ezek mind olyan tényezők voltak, amit ma egyetlen építőipari névadíjas épületnél nem tagadhatunk meg, mert mindegyik tudja ezt. Tehát ennél az épületnél, ennél a templomnál, ennél az alkotásnál nagyon-nagyon boldogan adtuk. Egyhangú szavazással megítéltük neki a névadíjat. Tábla hirdeti, föl van helyezve egy márványtábla, rajta egy feliratos dolog, ahol az alkotók, a tervező, a tulajdonos és az építés éve rögzített. Speciális a tornya. Elég szokatlan, de érdekes tornya van a Budai úti református templomban. Igen. Nem egy hagyományos, egyenes vezetésű, hanem egy ívelt lezárás ragasztott fával van belülről megoldva. Erről is beszéltünk a Gyuszival. Jó minőségű ragasztott fával, időálló és nem deformáló az egész toronyrész. Az épületek, amelyek mellette vannak és nyilván hozzátartoznak, már akkor elkészültek? Nem, nem. Ez mostanában készültek. Ezek ilyen foglalkoztatók. Tehát az ottani felekezeti különböző rendezvényeket nem a templom térbe tartják, hanem ott azokban foglalkoztató helyiségekben. Ez elég gyakori most már az egyház épületeknél. Amikor a Rácbányáról beszélünk, majd megjelenik újra ez a torony, mert nagyon szép hátteret ad annak a parknak, ami most tulajdonképpen a Rácbánya helyén van, úgyhogy erre majd visszatérünk, de maradjunk a vallási értékeknél a Ráchegyen is, hiszen itt is találhatók emlékkeresztek. Igen, kettő is található ezen a területen. Az első az 1827-ben állítatott ezen a területen, ugye ez a Becskereki utca, illetve a Bánáti utcának a sarka, hogyha jól mondom, Nemes Liszka János állítatta, az egyik legrégebbi keresztje egyébként a városnak magának, hát a Ráchegynek mindenképpen a kettő közül. A másikat pedig 1883-ban állítatta Csizmadia János és a felesége Nagy Anna. Erről annyit tudunk, hogy 1889-ben már a körülötte lévő fakerítést fel kellett újítani. Ha ma megnézzük, egyébként egy fákkal közrefogott területen áll, tehát nincsen körbekerítve igazából. Mindkettő keresztet 2006-2010 környékén újították fel legutóbb, és egyébként időközben is történtek természetesen felújítások. A Csizmadia nagy keresztnél, amit így nevezünk, ugye ez a Seregélyesi út és a Szabadkai utca találkozásában található meg, az úgynevezett Taliga dűlő mellett. Ezt többször felújították, és az 1900-as évek elején történt felújításáról egyébként megvan az évszám a talapzaton, illetve a felújítást finanszírozóknak a monogramja. Hát sajnos a nevüket még nem sikerült egyébként és a szemüket beazonosítani. Van annak valami észszerű magyarázata, hogy ezek a keresztek többnyire utcák sarkára kerülnek? Abszolút, ugye ezek általában egykori nagyforgalmú utak mellett voltak megtalálhatók. Ugye az Alsóváros kapcsán is beszéltünk erről, talán a Felsővárosnál is elhangzott, hogy ezek többek között körmeneti keresztek voltak, ugye, ahova mondjuk búcsújárók érkeztek, búcsúi körmenetek, kiinduló vagy végállomások voltak. Például a Szőlőhegyen, az őrhalmi szőlőknél ilyen volt például Vida Pál által állítatott kereszt, ahova maroshegyi hívek zarándokoltak el, illetve voltak olyan útmenti keresztek, amelyek mellett ugye rendszeresen megálltak imádkozni az előtte elhaladók, vagy éppen csak keresztet vetettek, leemelték a kalapjukat. Ugye ez is lehetőség volt arra, hogy egy rövid fohász legalább elmondjanak mondjuk egy szekérúton, vagy éppen egy gyalogos vándorlás közben. Aztán, ahogy beépültek ezek a területek, például a Liszka keresztnél is láthatjuk, hogy ugye mögötte egy téglafal van, illetve egy olyan kereszteződésben áll, ahol ma már autóval is azért nehéz tájékozódni. Régebben ez nem volt ennyire sűrűn beépítve, tehát nyilván jobban lehetett közlekedni. Ugye az Öreghegyhez hasonlóan ezek is szőlőhegyi dűlőutak voltak egyébként. A református közösségről beszéltünk, hiszen a református templom a Budai úton található. A katolikus közösség az Öreghegyi plébániához tartozik? Ráchegyen? Igazából nincsen külön ráchegyi katolikus közösség. Az Öreghegy és a Ráchegy ilyen szempontból ugye egy egységet képez, illetve a Ráchegynek a kórház felőli részéhez maga a Prohászka templom sincs olyan messze,
tehát nyilván ugye lehet látogatni az itteni szentmiséket és liturgikus alkalmakat a vasútvidéken, illetve kórház környéki családok közül én is tudok olyanról, bár nem kifejezetten Ráczhegyen élnek, de annak a szomszédságában, akik például az almási telepre járnak szentmisére. Hát nyilván a Tornyai Gábor atyának a személye is az, ami vonzóvá teszi az ottani szentmiséket egyébként. Következő témánk az oktatás lesz, hiszen ez ügyben is vannak épületek a Ráczhegyen, amiről beszélni érdemes. Igen, ugye itt is kettőt emeltem ki, az egyik az egy általános iskola, a másik pedig középiskola. Az általános iskolának rendkívül érdekes története van abból a szempontból, ugye ez az Entai úti iskola, hogy itt korábban a cisztereknek a már említett szőlőhegyi területe volt megtalálható. Egy gyümölcsös kert volt igazából, ahol Námesi Medárd paptanár botanikát oktatott egyébként az akkori ciszterci gimnázium diákjainak, tehát ez még a II. Világháború előtti időszak. Egyfajta gyakorló kertnek is lehet tekinteni. Itt állt egy kis kúria épület, ami ugye ennek a központi épülete volt ennek a területnek, és itt volt egy kis kezdetleges iskola. Két tanteremmel, ahova az akkori ráczhegyi gyerekek jártak, akik ugye folyamatosan kint laktak, illetve később aztán a börgöndi gyerekeket is ide hordták már a 60-as évektől. És aztán a 60-as években történt ennek az épületnek egy renoválása, hiszen a II. Világháborúban megsérült, de még oktatási célokra alkalmas volt. Aztán a 70-es évekre már annyira kinőtte a diákság ezt az épületet, hogy nemhogy bővítették, hanem hát a kor szelleméhez igazodva sajnos ugye ezt az épületet teljes mértékben elbontották, igazából nem is lett volna alkalmas arra, hogy bővítve iskolaként megfeleljen, és ugye egy teljesen új épület került ennek a helyére, és ez lett ugye a Ráczhegynek az általános iskolája, és állt itt egy ezüst kőr is ennek az iskolának az udvarán, ez még a ciszterci időkből maradt meg egyébként, és aztán ezt a fát végül is nem vágták ki teljes mértékben, csak visszavágták meglehetősen drasztikusan, és ugye megmaradt csongból pedig egy fa szobor készült, amely Hunyadi Jánost, illetve egy tanítónak az allegóriáját ábrázolja, ugye egyrészt utalva a tanításra, másrészt pedig utalva a Hunyadi családra, akiknek a délvidéken nagy birtokaik voltak, és ugye mind Hunyadi János, mind pedig Hunyadi Mátyás a délvidéken sikeres hadjáratokat is vezettek annak idején. És ha tovább megyünk a következőkben, már középiskoláról beszélhetünk. Én azt hiszem, hogy mindenki felfigyel, ha arra egy hatalmas nagy épületről van szó, bár olyan régmúltra biztos nem tekint vissza, mint az általános iskola. Hát ez már egy későbbi fejlemény. Itt már talán Béla is megint be tud kapcsolódni ugye az Árpád kapcsán. Ez egy érdekes fejlemény, annak idején a rádióban is elmondtam, hogy ugye volt Székesfehérváron egy ipariskola, ami kezdetben ugye a belvárosban működött, és aztán később átkerült a ma a Hunyadi iskola található meg ebben az épületben. A Petőfi utcai szárnya az, ami az eredeti ipariskolai épület, és aztán innen került át az intézmény a Seregélyesi útra. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye a millenniumi emlékmű kapcsán annak idején elég nagy viták voltak, 1970-es években, és egy politikai döntés eredményeképpen született meg maga az alkotás, és került a Csúcsoshegy, illetve a Millenniumi útnak ugye a legmagasabb pontjára, és ugyanezt történt egyébként az Árpád esetében is. Ez abszolút egy politikai döntés volt, az akkori tantestület tiltakozott ellene, a Fejér megyei tervezőiroda mérnökei is azt mondták, hogy ez egy nagyon átgondolatlan lépés, de az akkori városvezetés döntése folytán mégiscsak oda telepítették le ezt az intézményt. Hát ma már ugye azért kialakult a közlekedési infrastruktúra, és ma már lehet azt mondani, hogy tényleg jó helyen van. Az akkori körülményekhez viszonyítva azért a város széle az nem volt egy szerencsés elhelyezés ebből a szempontból. Viszont egy ilyen jellegű ekkora épületet a belvárosba építeni, szintén nem biztos, hogy szerencsés lett volna, ugye? Igen. Mit lehet mondani erről az épületről? A 70-es években Magyarországon ugye építőipari kapacitás is korlátozott volt, pénz is kevés volt, szükség volt egy olyan állami beavatkozásra, hogy kicsit fölendíteni az építőipart, fölrázni, és
készült egy könnyű szerkezetes kormányprogram. Ennek révén három olyan építési technológiát vásárolt meg az állam, az EVM, Építési Városvezetési Minisztérium. Egyike ezek közül az angol Class Mark 5, aminek honosítását az Arév végezte, ez az épület Classból épült. Megemlítem még a francia Fiolt, szintén ugyanilyen kazettás épületek létesítésére vásárolták meg, a harmadik, szintén francia, egy Konder típusú csarnoképítés. Büszke vagyok arra, hogy ebből a háromból, ugye a Fiolból néhány iroda készült, Konderből néhány csarnok készült, de a Klaszp épületből, ami évi 100.000 négyzetméter kapacitással lett fölépítve, tehát gyakorlatilag a gyártóbázisok ki lettek alakítva, hogy évi 100.000 négyzetméter, ez a 80.000 igazi nagyjából elment, de a másik épületek szépen el is sikkadtak. Most ez 40 éve történt. Ez az épület, ami szóban van a Seregés úti Árpád iskola, ez a Klaszp épület teljesen hazai gyártásból minden terméke. Klaszpról azt kell tudni, hogy csavarozottan pakolunk össze mindent, tehát a helyszínen legfeljebb a panelhézóknak az a 2-3 centis fugája van kibetonozva, és az alap, az összes többi csavarozva van. Tehát bármikor szét lehet pillanatok alatt szedni. A Klaszpról még annyit, hogy eredendően az angolok ezt alábányászott épületek beépítésére fejlesztették ki. Láttunk az angliai tanulmányunk során, hogy 30 centi épület süllyedés, és állt a ház, csak lefelé már nem tudták úgy használni, mert orrástek belülről a parlon, de nem dőlt össze az épület. Szét lehet szedni, és elemét újra föl lehet használni. Jól emlékszem, hogy annak idején akár a panellakások esetében, akár a hasonló épületek esetében volt kor meghatározás, hogy mennyi időre szállják? Hát ez egy olyan dolog, hogy most a paneles épületre azt mondták őseink, hogy 50 év. Hát nem szeretnék addig élni, ameddig a panel lesz, mert akkor igencsak matuzsálem lennék. A Klaszpal is ez a helyzet. Tehát ennek a vászszerkezete, mint a terrordó rendszer, ez egy 120 mikronos horganybevonatú épület. Láttam, hiszen kivitelező is voltam, láttam, hogy ezek az épületszerkezetek korodálnak, vagy nem, egyáltalán nem korodálnak. Tehát attól nem kell tartani, hogy megrozsdásodik és tönkre megy. A beépített szerkezetekből ugyanaz a probléma van, jól mondom, mint egy bármilyen hagyományos vagy paneles épületnél a nyílászáró. Tehát akkor, amikor ez egy famagos PVC volt, akkor ez volt a korszerű, ma már tudjuk, hogy már nem szabad, mert az a fa belülről korradni kezd a vizet kap, stb. Ugyanúgy le lehet cserélni, tehát a mai nap is azt mondjuk, hogy hőtechnikai változás van, szigorodás van, akkor nem elég csak kicserélni az ablakot, hanem valahol és rendszerint kívülről behőszigeteljük. Van a praxisomban olyan épület, nem titok, Bodaik iskola, ahol a kivitelező, aki megnyerte ennek az átépítési pályázatát, hívott ki, mert hát tudták, hogy én értek hozzá, egy picit honosításban részt vettem, és hát én megfordítottam az egész játékot, és nem a fa rétegek közé fújunk be valamit, akkor hőid maradt, hanem kívülről. Rá egy évre én kimentem az igazgatóval beszélni, és az eredmény 50%-kal kisebb lett a fűtési költség. Ha ez eredmény, akkor ez egy szuper eredmény. Hogyne. Igen. Hogyne, bizony. És ha már az épületről beszéltünk, akkor érdemes arról is beszélni, hogy milyen tartalommal bír, hiszen nagyon jó szakmákat oktatnak most is az épületben. Igen, két dolgot szeretnék mindenképpen kiemelni az iskolával kapcsolatban. Az egyik az ugye a, nem tudom, hogy hivatalosan hogy hívják, én szabászvarrász képzésnek nevezem, rendkívül jó anyagokból és rendkívül jó szakoktatókkal dolgoznak ott a gyerekek, évről évre különböző versenyeken vesznek részt, és volt szerencsém megtekinteni az iskolában azt is, annak idején pár évvel ezelőtt, amikor Fehérvárnak az ipartörténetével elkezdtünk foglalkozni az intézetnél, hogy bizony minden évben különböző történelmi korszakokat választanak ki a tanárokkal közösen, és ezekhez varnak különböző jelmezeket, korhű jelmezeket, kosztümöket, és ezeket bizony fölveszik, és bemutatják az iskola, illetve a szülők, és természetesen mások számára is, és ez egy rendkívül népszerű kezdeményezés, és ezzel is öregbítik természetesen a városnak a hírnevét, mind a diákok, mind pedig az oktatók. A másik nagyon fontos dolog, és itt meg kell említenem Szarka Gyula tanár úrnak a nevét, az ő révén került be az iskolába
egy kis technikatörténeti gyűjtemény, amely Székesfehérvár villamosításának a történetét mutatja be, a legkezdetlegesebb eszközöktől egészen a legmodernebb időkig, tehát a különböző kandeláberek, ívlámpák és egyebek, a gázvilágításnak az eszközei nagyon jól kivitelezve és nagyon jól elhelyezve megtalálhatók ebben az iskolai gyűjteményben. Az a cél, hogy ezt természetesen bemutassuk majd egy hasonló múzeumi területnek a látogatásával egybe kötve, ez még nem valósult eddig meg, illetve tervezünk ezzel kapcsolatban természetesen Székesfehérvár villamosításáról majd egy előadást is, amire én a tanárurat felkértem, hát reméljük, hogy majd ez is megvalósul valamikor, ha már lehet rendezvényeket szervezni. Folytassuk sétával, mondhatnám azt is, hogy kirándulással. A Városrészek titkai című műsornak számomra rengeteg hozadéka van. Az egyik hatalmas nagy hozadéka a Rácbánya, mert hogy én nem is tudtam, hogy ilyen létezik Ráchegyen vagy Székesfehérváron, pedig egy gyönyörű területről van szó. Ez egy nagyon érdekes terület egyébként, ugye korábban ipari területnek számított, ma már egy természetvédelmi terület igazából. Az 1950-es évek elején itt még az úgynevezett szabóbánya működött, ugye ahonnan követ bányáztak, ez egy kőszíni fejtés volt igazából, ma is láthatjuk egyébként ennek a nyomait. Hatalmas nagy kőfalak, illetve homokfalak váltakoznak ezen a területen. Érdemes mindenképpen ide ellátogatni. Ez az Entai úti iskola mögötti terület egyébként, ez a mélyedés, illetve, ahogy már említetted te is, innen gyönyörűen látszik a Budai úti református templomnak a tornya, hiszen az egykori Kaltenekker birtok alatt terül el gyakorlatilag. És ugye ennek is az a története, mint a bányatónak, bár egy jóval későbbi esemény, hogy ez nem éjszaka tört fel ez a víz, hanem napközben, amikor a munkások a lovaskocsikkal, tehát hál' Istennek senki nem tartózkodott a területen, elmentek ebédelni. Délelőttös műszak véget ért, elmentek ebédelni, és mire délután visszatértek, addigra bizony hatalmas nagy vízfelület volt itt. Úgyhogy így alakult ki igazából ennek a Rácbányának a tavas mocsaras területe, amit érdemes mindenképpen megnézni. Ugye a bejáratnál akár a Budai út, akár az Entai út felől megyünk, vagy az Apatini utca felől, hiszen ennek a mentén húzódik, futópálya, kis parkosított terület található meg, és egy kicsit beljebb megyünk egy erdős részbe, hiszen a természet már meglehetősen jól visszafoglalta ezt a területet, akkor megtalálhatjuk ezt a lápos mocsaras környezetet, mindenképpen érdemes megnézni. Egyébként a helyiek persze, hogy ismerik, de azért beszélgettem olyan városlakókkal, akik szintén nem tudtak róla, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy ezt elhoztad. Köveket látunk, ahogy látszott a képeken is a területen. Ezek bányaemlékek? Igen, hát ezek erről a területről származnak, és ugye igazából, ahogyan ugye az arborétumok bemutatják a jellemző növényzetet, vagy az egykori ligetes erdőknek, illetve telepített fás területeknek a növényvilágát, itt gyakorlatilag ugye ezeket a köveket, kőfajtákat lehet ugye megismerni. Érdemes egyébként vezetett túrákon részt venni, a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesületnek vannak többek között vezetett túrái, rendkívül sok iskolai csoportot visznek ki ide, tehát a fehérvári iskolás gyerekek már nagyon jól ismerik ezt a környéket, és természetesen felnőtteket is nagyon szívesen látnak ezeken az eseményeken. A másik természeti terület azt hiszem, hogy mindenki számára ismerős, még név szerint is, hiszen a Halász Parkról van szó, aminek azért történelmi emlékei is vannak. Igen, ugye Halász Parknak vagy Halász Ligetnek szokták emlegetni Székesfehérváron, a hivatalos neve az pedig Erzsébet Liget. És akkor térjünk rá rögtön az elnevezésekre, aztán pedig a történetére is. Hát ugye a Halász elnevezés az egy nagyon érdekes dolog. Ugye úgy alakult ki, hogy az 1830-as években a város akkori vezetése elhatározta, hogy itt egy kis parkot, ligetet hoz létre az Aszalvölgyi csatorna mentén, ezen a kis háromszögletű területen, amit ugye az Aszalvölgyi árok, a Seregélyesi út, illetve Budai út határól. Hát felfogadtak egy csőzt is, aki ezeket a facsemetéket rendszeresen ápolta, gondozta, öntözte, de hát a fehérvári polgárok nem voltak annyira optimisták, úgyhogy valahonnan elindult, nem tudjuk a mai napig se, hogy honnan ered az a mondás, hogy ha lesz, fa lesz. Nem voltak benne biztosak, hogy bármi is megmarad ezen a területen.
rendkívül vizes területről van szó, ugye, még az utóbbi évtizedekben is ezt lehetett tapasztalni, aztán mára már azért annyira alá csatornázták, illetve technikailag megoldották azt, hogy lehessen használni esős időben is. Biztos sokan emlékeznek még rá, hogy azért 10-15 évvel ezelőtt még elég jelentősen elöntötte a víz ezt a területet, tehát ezért sem bíztak ebben a fehérvári polgárok. A másik elnevezés, ugye 1898-ban gyilkolták meg Erzsébet királynét és császárnét, Sziszit, ugye Ferenc Józsefnek a feleségét, és az ő tiszteletére nevezték el ezt a parkot Erzsébet ligetnek. Haleszként már csak azért sem volt ildomos emlegetni, mert 1849-ben az úgynevezett haleszi felkelés az ugye ezen a területen robbant ki, és bizony fehérvári polgárok részben, ugye német származások, részben pedig magyar származások, például Hübner András, Gáncs Pál és társaik, ugye az ő nevükkel találkozhatunk a Palotaváros utcáiban járva, kirobbantották ezt az elkeseredett gerilla harcot igazából, a Királykút és a mai Királysor környékén házról házra harcoltak a megszálló osztrák, illetve orosz katonasággal szemben, és hát ugye ezt a felkelést leverték 1849-ben megszálló csapatok, és ugye kivégezték ezeket a felkelőket. Az ő emlékükre állította a Havranek kőfaragó műhely azt az emlékművet, amit nagyon sokáig gyertyatartóként csúfoltak, hiszen egyetlen egy oszlop merett igazából a földről. Ez az egykori koronázó bazilikának az oszlopa volt egyébként, amelynek felhasználásával ezt az emlékművet faragták a Havranekék, és 1909-ben került rá Bori Jenőnek a Turul szobra, tehát innentől kezdve nevezik néha Turul emlékműnek, néha haleszi vértanúk emlékművének, és aztán ugye Trianon után kiegészítették ezt a vármegyék címerével is többek között. Aztán volt egy nagyon érdekes fejlemény, amikor a 60-as években a szomszédságában elhelyezték a ságvári domborművet. Ugye ez az 50-es években még a belvárosban, a mai Országzászló téren volt megtalálható, és aztán egy kis posztamást alakítottak ki egy lépcsős területen, és ezt elhelyezték ide. Innentől kezdve kettő emlékmű volt egyébként ezen a téren megtalálható, de nyilván a haleszi vértanúknak az emlékmű az sokkal ismertebb és sokkal népszerűbb. Tehát nagyjából ennyit érdemes tudni erről a területről. Alapvetően egy mesterségesen létrehozott és betelepített park, de mára már tényleg nagyon szépen elfoglalta ezt is a természet. A gyönyörű park is most már nem csak sétára alkalmas, hiszen a sportolási lehetőséget is megteremtette a város a legkorszerűbb felszerelésekkel, illetve futópálya, és hát a kutyások is nagyon szeretik, mert hogy kutyafuttató is található ezen a területen. Igen, tehát gyakorlatilag mára már elnyerte azt a funkcióját, amire eredetileg a város tervezte, hogy ugye kikapcsolódásra, pihenésre lehessen használni. Hát erre szükség volt azért majdnem 200 évre, de végül is megvalósult. Tehát mára már tényleg nagyon jól hasznosítható. Nagyon fontos objektum nem csak a város, hanem a megye életében is, a Halász Park mellett található kórház, a Szent György Egyetemi és Oktató Kórház összes létesítménye. Igen, hát ez is egy olyan épület, illetve épülettömb, ami, hogyha akarom, akkor a Vasútvidékhez tartozik, vagy a Búrtelephez, ha akarom, akkor a Ráczhegyhez. Mivel ugye vannak olyan épületei, főleg a Halász mellett található épülettöm, ami ugye egyértelműen a Ráczhegy területén helyezkedik el, ráadásul annak idején ugye időhiányában nem is tudtunk róla beszélni, mindenképpen úgy gondoltuk, hogy itt mutatjuk be akkor a kórháznak a területét, történeti szempontból, meg építészeti szempontból is. Ugye azt tudni érdemes, hogy a 13. században volt Fehérvárnak először kórháza, úgynevezett ispotály, a Palotaváros területén, a Johanniták konventjében, kolostorának a területén volt ez megtalálható, és aztán nagyon sokáig egyébként újabb kórházat nem említ a fehérvári történetírás. 1809-ben az utolsó nemesi felkelés idején a napoleoni háborúk kapcsán gondolkodtak el azon, hogy legalább egy katonai kórházra szükség lenne Székesfehérváron.
Aztán hát tudjuk, hogy az utolsó nemesi felkelés a győri csatával hogyan végződött, hogy gyakorlatilag szinte semmi nem történt, sérülés az meg egyáltalán nem, úgyhogy a kórháznak a gondolatát azt nagyon hosszú időre elvetették, és ugye háborúskodásra sem igazán került sor. Aztán a 19. század végén megfogalmazódott a gondolat, hogy mégiscsak kéne valamilyen kórházat építeni, és akkor létesült egy városi kórház, a mai Szénatér és Rákóczi utca sarkán, ugye ott ma az idősek otthona található meg, és eredetileg ezért nevezték egyébként a Rákóczi utcát Kórház utcának, hiszen a kórháztól indult ez az utca, és tartott egészen a mai Városház térig, hiszen egykor az országzászló teret is még a Kórház utcához sorolták, illetve a koronázó teret, bocsánat. Mindig összekeverem a kettőt, pedig nem is ugyanott van. Ennyit neked is szabad. Köszönöm. És nagyjából ezzel egy időben történt az a nagylelkű felajánlás, ami a csalai Kégl Györgytől származik, az ottani földbirtokostól. 200 ezer koronát ajánlott fel a város, illetve a vármegye számára kórház építésére. És ugye a kórház építő bizottság, hiszen már akkor is mindenki bizottságokban gondolkodott, beszéltünk már erről is szerintem többször, hogy ugye különböző eseményeket is mindenféle bizottságok szervezték. A Kórház Építő Bizottság ennek kapcsán Csalai Kék György tiszteletére a Szent György név felvételét javasolt a kórház számára. Tehát innen ered igazából. Ugye, tehát nem az a mostanában elterjedő mém, hogy ugye Szent György Covid-tesztet végez a sárkányon, tehát nem így kötődik magához az egészségügyhöz, hanem ugye a mecénás volt tulajdonképpen, illetve az ő védőszentje volt a névadó. 1901. január 2-án adták át egyébként magát az intézmény, pavilon rendszerben valósult meg, Hübner Jenő tervei alapján. Ez a pavilon rendszer ma még talán a János Kórházban ugye megtalálható Budapesten, tehát ott lehet nyomon követni, illetve azt is érdemes tudni, hogy történtek közben különböző építkezések, tehát még az első világháború előtt. 1908-ban például történt a Lujza szanatóriumnak az alapozása. Ugye itt a Grünfeld nevű földbirtokos, akinek például Bodajkon is voltak birtokai, és aki egyébként az izraelita árvaházat alapította itt Székesfehérváron, ajánlotta fel 80 ezer korona értékben a város számára egy alapítványt, egy tüdőszanatóriumnak a létesítésére, egy fenyőerdőben épült ez fel, ugye itt is látható képen, ez lett a Lujza szanatórium, a Grünfeld birtokos Lujza lányának a tiszteletére egyébként. És aztán volt egy nagyon érdekes történeti fejlemény, ugyanis 1917-ben kezdődött el a gyermekosztálynak az építése, a Seregélyesi útnak a túlsó felén, ami ugye nagyon sokáig ideg- és elmeosztályként működött, ma pedig, ha jól tudom, akkor ápolási osztály egyébként, tehát ugye idős beteg fekvő betegeket helyeznek el ott. Tehát elkezdték, csak aztán ugye a háborús nehézségek miatt ez nem valósult meg. A falak álltak, viszont a 20-as években még gyakorlatilag nem történt semmi az építés kapcsán, úgyhogy a városnak felajánlották egy tűzoltó laktanya céljára ezt az épületet, és aztán el is kezdett működni ez a tűzoltó laktanya, illetve tűzoltó szertár ezen a környéken, és aztán Berzsenyi Zoltán igazgatósága alatt, aki 1920-tól 1945-ig volt a kórház főigazgatója, született meg a döntés, hogy mégiscsak ezt a gyermekosztályt fel kéne építeni. És egy érdekes fejlemény, hogy az emelete egyébként előbb készült el, úgyhogy a szülészet nőgyógyászati részleg felköltözött az emeletre, és a gyermekosztály néhány év múlva költözött be a földszintre, addig a Seregélyesi út túlsó felén álló pavilonok egyikében foglalt helyet. És aztán ez a gyermekosztály egyébként vándorolt különböző épületekbe, hiszen rájöttek, hogy ennek az ellátása, és egyáltalán ugye a mosás, az étkeztetés és a többi, az meglehetősen nagy nehézségekbe ütközik. Nem volt még akkor a kórháznak ugye ez a kis háromkerekű autója, ami közlekedik folyamatosan a főépület és a túlsó oldal között. Úgyhogy beköltöztették a kórháznak a területére, és aztán már jóval később
az ideg osztály területén valósult meg, annak a tömbjébe költözött be a gyermekosztály, illetve szülészet és nőgyógyászat, ugye az egykori főépület, igazgatósági épület szomszédságában található ma meg. Berzsenyi Zoltán igazgatósági idején volt ugye egy nagy fejlesztés, ezt említettem, amikor is bővítették egyébként a férőhelyeknek a számát. Eredetileg 120 ágyasra épült ez a kórház, ugye a teljes megyét ellátandó, 220 fősre emelték ekkora létszámot, és a dolgozói létszám is jelentősen nőtt. Aztán az 50-es években volt egy nagy fejlesztés, 56-57 környékén, és a legutóbbi nagy fejlesztés a 80-as évek végén indult meg, ugye a 90-es évek elejére készült el a szakambulancia, a négyszintes, ugye az úgynevezett új STK, ugye a régi az pedig a Távirdó utcában található meg, szintén szakambulanciaként működik ma is, illetve ugye a 10 szintes hotel szárny, tehát ez már a 90-es éveknek a terméke. Én gondolkodtam rajta, hogy ez vajon hogy nézhetett ki annak idején, erről archívfotót sajnos nem láttam ezeknek a komplexumoknak a felépülése előtt, és hát ugye 88-as születésű lévén nem is emlékezhetek rá, de hát Béla bizonyára emlékszik arra például, hogy hogy nézett ki ez a terület, mielőtt ugye a hotelszárny például megépült volna. Nyilván a kapacitással voltak problémák, azt látni lehet egyébként most is, hogy sok osztály ugye még ma is, főleg ugye a fekvő betegek számára, illetve némileg a járó betegek számára is ugye ott nyújt elhelyezési lehetőséget a régi épületekben, amik bizony jócskán felújításra szorulnak, de hát remélhetőleg majd ez is megvalósul valamikor. A kor fejlődésével természetesen a kórháznak is folyton fejlődnie kellett, és folyton újabb és újabb épületek kerültek elő. Viszont amiről nem beszéltünk, új épület, még szerintem a hotelszárny előtt épülhetett egy hasonló kocka jellegű épület, úgy szoktuk mondani, hogy ott hátul. Egy darabig ott volt. Kordaház környékén. Nem, ugyanígy a kórház területén található épület. Egy most belgyógyászat, hogyha jól tudom. Egy darabig ott volt az elfekvő, ott voltak az idősebb emberek is. Tehát tényleg folyamatosan újabb és újabb épületek, és ez a folyamat gondolom nem áll meg. Ami nagyon jelentős, az a hotelszárny. Építészetileg mit tudunk erről mondani? Hát nem néztem utána, csak úgy emlékeim vannak, hogy gyakorlatilag az egy panelekkel borított, külső panelekkel borított vázas szerkezet, monolit vasbeton vázas szerkezetről van szó. Gyakorlatilag a kiviteli technológia az egy a kora belének megfelelő járatos, korszerűnek nevezett megoldás. Tehát nem egy élő munkaigényes valami. A panelekről annyit, hogy a kórház területén utólag több épületen végeztek egy utólagos hőszigetelési és burkolatépítési, ilyen téglaburkolási munkákat, amivel egy kicsit az esztétikát próbálták rendbe tenni. Tennivaló van abban az épületben pontosan az egész kórház területén, hiszen ahogy Márk is mondja, időben elég változatos a megvalósulás ideje, az akkori technikának megfelelően, viszont azért hogy haladunk előre korba, hőtechnikával, statikával, mindig vannak problémák, tehát mindig van mit tenni ebben az épületben. Minden csak pénzkérdése. Nem szabad elfelejteni, hogy nem csak Székesfehérvárt, nem csak Fejér megyét látja el, hanem azért forgalmas utak is vezetnek át ezen a területen, az ottani balesetesek is ide jönnek, és most tudjuk, hogy a Covid idején is nagyon fontos szerepet, több megye esetében fontos szerepet játszik, és azt is elmondhatjuk, hogy azért van olyan épület, amely nemrég újult meg olyannyira, hogy még díjat is kapott itt a szülészet nőgyógyászatra gondolok, úgyhogy igazán büszkék lehetünk a Szent György Kórházra, én úgy gondolom, itt Székesfehérváron. Elszaladt az időnk, pedig Rácegyből van még bőven, ha csak az én papíromra nézek is, de hagyd kérjelek meg téged, Márk, hogy mi az, amiről majd a következő műsorban beszélhetünk, hát amit ugye már említettünk, és amiről Béla már részben beszélt, ez a köfém, amit semmiképpen nem lehet kihagyni ennek a területnek a vonatkozásában. Ugye annyira az építészetről még nem beszéltünk, hiszen itt ugye családi házak, egykori nyaralók, villaépületek, de ugyanúgy lakótelepek is megtalálhatók, tehát érdemes ezt is egy kicsit közelebbről szemügyre venni. Az albaipari zóna, ugye mint olyan az elhangzott, tehát erről mindenképpen fogunk beszélni, és természetesen Bélát azért is hívtam,
hogy a következő adásban, hiszen eleve kettő adásra készültünk, ezt mondjuk el, szerintem nyugodtan, hiszen annyi minden van a Ráczhegyen, az arévről is egy bővebb képet kaphatunk, kicsit mélyebben belemegyünk a történetébe, illetve a jelenkori vonatkozásokról is azért majd tudunk beszélni. Váci Mártnak és Kálmán Bélának nagyon szépen köszönöm a műsort, két hét múlva újra találkozunk, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Mint ahogy említettem, két hét múlva újra Városrészek titkai, és a műsorban a Ráczhegy második részét látják. Viszontlátásra!